és az emberek oldalán áll. Sajnálom, hogy tévedtem. Napirend előtti felszólalásaink végéhez értünk, és most hagyd tegyek egy megjegyzést, egy kérést. Anélkül, hogy megnevezném a frakciót és a felszólalni szándékozót, az a kérés, ami mindenki tartsa a 9 órás reggeli indulási időpontot, mert nagy szaladgálásban voltunk itt a jegyzőkkel és a főtitkár úrral, hiszen az egyik frakció nem volt bent, és emiatt kellett megcseréljem a sorrendet, tehát mielőtt valaki engem kritizálna, hogy miért változott a sorrend. Gyors átszervezést igényelt. Az a kérésem, hogy mindenki legyen a helyén 9-kor, én pontosan kezdek. És hogy ne ezzel a kis tüskével induljunk a napirendi tárgyalásnak, egy saját magamnak tett vállalásnak is szeretnék eleget tenni. Biztos észrevették, hogy milyen szépen süt a nyári nap, elindult a nyári szünet, most már az iskolai szünet is beköszöntött, úgyhogy szerintem buzdítsuk mindannyian a társadalmat, hogy itthon költsék el a pénzüket kirándulásra, nyaralásra, hazai turizmust erősítsük. Ez a nyár beköszöntével szerintem mindenkinek fontos. Megígértem a magyar turisztika szakembereinek, hogy ez ahányszor csak lehet elhangzik az országgyűlés termében, szóval a hazai turizmus erősítés érdekében. Kérem azokat, akik most a szabadságukat töltik, hogy válasszanak itthoni nyaralási helyet. És akkor most rátérünk a napirendi pontjaink megtárgyalására, hiszen soron következik a polgári törvénykönyvről szóló 2009. évi 120-as törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvény módosításokról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése. A törvényjavaslatot TIPER 386-os sorszámon megismerhették. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a mai napon a napirendi ajánlás szerint a miniszteri expozéra, a bizottság előadóinak felszólalásaira, valamint a képviselőcsoportok vezérszónokainak felszólalására kerül sor. A további képviselői felszólalásokra 12 óráig van lehetőség, erről a frakciókat értesítettük. A vita folytatására és lezárására a holnapi napon kerül sor, akkor is, abban az esetben is, hogyha most 12 óra előtt befejezzük a vitát, ebben az esetben is csak holnap zárjuk le. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót a minisztérium nevében, ha jól látom, Répási Róbert államtitkár úrnak, közigazgatási és rendészeti minisztérium államtitkárának, 25 perces időkeretben. Államtitkár úr, önnél a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, közigazgatási és igazságügyi minisztérium. A továbbiakban, mint az igazságügyért felelős államtitkár, szeretném előterjeszteni a törvényjavaslatot. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az önök előtt lévő törvényjavaslat zárja le a jogász szakma mértékadó véleményét figyelmen kívül hagyó időszakot, annak egyértelmű kimondásával, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2009. évi 120. törvény nem lép hatályba. A kormány első intézkedései között szerepelt annak biztosítása, hogy a jogi szakma legkiválóbb képviselőiből álló szerkesztőbizottság Vékás Lajos professzor úr vezetésével folytathassa a munkáját. Így ismét méltó kézbe kerül a 21. századi magánjogi kódexünk további sorsa. A törvényjavaslat egyrészről egyértelműen tisztázza, hogy az előző ciklusban elfogadott új PTK nem lép hatályba, másrészről pedig orvosolja azt a jogbizonytalanságot előidéző helyzetet, amivel 2010. május 1-e óta kell szembenéznünk. Az Alkotmánybíróság az 51/2010 4.28. AB határozatában megállapította, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2009. évi 120. törvény hatályba lépésére vonatkozó rendelkezések alkotmányellenesek. Ennek a döntésnek a következtében 2010. május 1-én nem lépett hatályba a kihirdetett új PTK, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításait tartalmazó új PTK-é sem. Ugyanakkor vannak olyan kihirdetett törvények, amelyek módosításait az említett PTK-é nem tartalmazza. Ezek közé sorolható a május 1-én már hatályba is lépett gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2010. évi 18. törvény, amelynek módosításáról a tárgybeli javaslat szól. Mivel az említett nyilvántartási törvény a hatályban nem lépett kódex szabályaihoz igazodik, ezért már jelenleg is napi jogalkalmazási problémát jelent a nyilvántartási rendelkezések és a hatályos gondnoksági szabályok közötti inkoherencia.
A nyilvántartási törvény olyan jogintézmények tekintetében ír elő nyilvántartási kötelezettséget, amelyek alapjául szolgáló anyagi jogi rendelkezések 2010. május 1-én nem léptek hatályba. Ilyen például a támogatott döntéshozatal vagy az előzetes jognyilatkozat intézménye. Szintén problémát okoz, hogy a törvény olyan adatok nyilvántartását írja elő, például gondnokolt önálló eljárásra való feljogosítása, amelyeket a hatályos jog nem is ismer. Ugyanakkor olyan alapvető jogi relevanciával bíró adat nyilvántartására, mint a cselekvőképességet kizáró gondnokság ténye, nincs jogszabályi felhatalmazás. Ezt a jogbizonytalanságot okozó helyzetet orvosolja a törvénymódosítás azzal, hogy a nyilvántartási törvény szabályait igazítja a hatályos anyagi és eljárásjogi szabályokhoz. Tisztelt Ház! A jogrendszer tartalmaz még néhány olyan rendelkezést, amelyek a kihirdetett, de hatályba nem lépett törvényhez kapcsolódnak. Ősszel a kormány ezeket a szükséges törvénymódosításokat is beterjeszti. Így remélhetőleg teljes mértékben helyreáll a jogrendszer hatályos polgári jogi szabályokkal való összhangja. Tisztelt képviselőtársaim, az elhangzottakra tekintettel kérem a tisztelt országgyűlést, hogy támogassa a törvényjavaslat mielőbbi elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt országgyűlés, most az Alkotmányügyi Bizottsági Álláspont és a megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor. Napi rendi ajánlás szerint 5 perces időkeretben, amennyiben a képviselők ennek szükségét érzik, megadom a szót Vitányi Istvánnak, a bizottság előadójának. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az Alkotmányi Bizottság tegnap tárgyalta az előttünk fekvő törvényjavaslatot, és tulajdonképpen nagy vita nem alakult ki a bizottság ülésén. 19 igen szavazattal fogadtuk el, 2 ellenszavazat ellenében, és tisztelettel bejelentem, hogy az Alkotmányügyi Bizottság többségi véleménye a mondandómban benne foglaltatik, ezért majd ott bővebben kifejteném. Köszönöm szépen. Képviselő szerintem nyugodtan hagyja is a mikrofont az öltönyén, hiszen most a vezérszónoki felszólásokra kerül sor. Itt már 20-20 perces időkeretben, ezen közben, mint ahogy tudjuk, 2 perces felszólásokra nincs lehetőség. Megadom a szót a Fidesz vezérszónokának, Vitányi István képviselőnek. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A TPER 386 számú törvényjavaslat a polgári törvénykönyvről szóló 2009 évi 120-as törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról rendelkezik. A benyújtott törvényjavaslat szükségességének megértéséhez egy kicsit vissza kell nyúlnunk az előző parlamenti ciklus időszakába, hiszen így válik teljesen világossá és egyértelművé a törvényjavaslat tárgyalásának és elfogadásának indoka. Valamikor 2008 őszén kezdte meg az akkori parlament a polgári törvénykönyv általános vitáját. Már a törvényjavaslat általános vitája során kifejtettük azon álláspontunkat, hogy a törvényjavaslat még nem érett meg arra, hogy a Magyar Köztársaság új polgári törvénykönyve legyen. Az új PTK megalkotásának folyamata 1997-ben indult, és egy kodifikációs bizottság foglalkozott az előkészítéssel, amely bizottság tagjai a hazai jogászértelmiség kiemelkedő alakjai voltak. Ez a bizottság döntéseit egyhangú határozattal politikamentesen hozta, és egy-egy kérdésen mindaddig nem lépett túl, amíg abban a tagok között teljes egyetértés nem volt. A bizottság munkája 2007 őszén kapott gellert és tért el a tisztán jogi alapvetéstől, amikor is az akkori civilisztikai államtitkára közölte a bizottság vezetével, hogy a bizottságtól a minisztérium veszi át a korábbi kodifikációs munkát. Tette ezt annak ellenére, hogy a bizottság nem érezte késznek a tervezetet, és további vita lefolytatását tartotta szükségesnek. Az akkori kormány általunk nem ismert okból mégis erőltette a törvény parlamenti elfogadását, annak ellenére, hogy Sólyom László köztársaság elnök úr megfontolásra visszaküldte a törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A törvényjavaslatot az Alkotmánybíróság előtt megtámadták, és az Alkotmánybíróság 436/B/2010 szám alatt hozott határozatával a törvény bizonyos rendelkezéseit megsemmisítette. A most benyújtott törvényjavaslat
mint az az expozéből is hallottuk, egyértelműen tisztázza, hogy az előző ciklusban elfogadott új PTK nem lép hatályba, másrésztől pedig orvosolja azt a jogbizonytalanságot előidéző helyzetet, amellyel 2010. május 1 óta kell szembenéznünk. A jogbizonytalanság abból állt elő, hogy vannak olyan kihirdetett törvények, amelyek módosításait a PTK-i nem tartalmazza. Ezek közül néhányat már az előbb elhangzott államtitkári expozé érintett, illetve felsorolt, így azokat nem kívánom megismételni. Az Alkotmányi Bizottság ülésén és itt a parlamentben is elhangzott, hogy a kormány első intézkedései között szerepelt annak biztosítása, hogy a PTK kodifikációval foglalkozó szakbizottság Vékás Lajos professzor úr vezetésével folytassa munkáját. Ennek csak örülni lehet, hiszen a PTK nem egy a sok törvény közül, hanem az alkotmány után vagy mellette a legfontosabb polgári, jogállambeli alapelveket rögzíti. A PTK normái elkísérik az embert a bölcsőtől a sírig. Ezért is fontos a kiérvelt politikamentes további jogszabályalkotás, hogy a 21. században méltó magánjogi kódexünk legyen. A további munka folytatását és a jogbizonytalanság megszüntetését teszi lehetővé a most előttünk fekvő törvénytervezet. A Fidesz frakció a törvényjavaslat mielőbbi elfogadását javasolja a parlamentnek az elmondott érvek alapján. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megadom a szót az MSZP vezérszónokának, Simon Gábor képviselőnek. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Az előttünk fekvő törvényjavaslata a tavaly elfogadott új polgári törvénykönyvvel kapcsolatban kimondaná annak hatályban nem lépését, valamint megőrizni, illetve visszaállítaná azokat a régi jogintézményeket, így például a cselekvőképességet kizáró gondnokságot, amelyek helyett az előző kormány és az előző országgyűlés korszerűbb jogi szabályozást vezetett be. Az új polgári törvénykönyv tavalyi megszületésének körülményeit illetően pár dolgot újra szükséges tényszerűen tisztázni az országgyűlés, és így egyben az ország nyilvánossága előtt is. Az új PTK-ról szóló törvényjavaslat benyújtását hosszas előkészítő munka előzte meg. A koncepció tervezetének előkészítésére 1998-ban a Hor kormány határozat alapján került megindításra, majd ez folytatódott az Orbán kormány idején is. A szakértői munkacsoportot, az általa előkészített szabályozási koncepciót már a Medgyessy kormány fogadta el 2003. januárjában, amelyek alapján megkezdődhetett a normaszöveg kidolgozása. A széles körű tematikus egyeztetések a nyilvános vitára bocsájtott normaszövegek tervezetének lehetőséget adtak arra, hogy mind a szakmai szervezetek, mind a civil szervezetek kifejthessék véleményüket, javaslatot tegyenek a szabályozás tartalmára. Éppen a társadalmi konszenzus megteremtése a meglévő és egyben méltányolható érdekkülönbségek összebékítése érdekében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium folytatta 2007-től az egyeztetéseket, amely új szakasz jelentett a normaszöveg tervezet előkészítésében. Az országgyűlés elé kerülő törvényjavaslatról két szakmai konferenciát is rendezett a tárca 2008. novemberében és 2009. januárjában. Az új Polgári Jogi Kodifikációs Bizottság legtöbb tagja nem csak a konferenciánkon való aktív részvételével, hanem a törvény előkészítőkkel folytatott szakmai konzultációkkal is segítette, hogy a törvénykönyv elkészítésének ezen szakasza is eredményes legyen. Több egyeztetésre került sor neves polgári jogászokkal, többek között Lábadi Tamással, Petrik Ferenccel, Sárközi Tamással, Weiss Emiliával vagy Zlinszky Jánossal. A jogalkotás előkészítő folyamatában a legfelsőbb bíróság polgári kollégiuma is kifejtette az álláspontját, melynek eredményeként lényegében nem maradtak fent kifogásuk az általuk elsősorban véleményezett kötelmi jogi résszel kapcsolatban. A törvényjavaslat és az elfogadott módosító, illetve bizottsági módosító